tervek szerint karácsony előtt átadják a lakóotthon. Balesetveszélyes kátyúk, lyukak a Pálosvörösmarty úton. Gondozási központot hoztak létre Nagyrédén. Jó estét kívánok, szeptember 29-e van, ez az aktuális, a térség legfrissebb híreivel. 4 napi rendi pont szerepelt a gyöngyösi képviselőtestület szerdai rendkívüli ülésén. A grémium a hétvégi népszavazással kapcsolatos technikai döntéseket hozott, és több gazdasági kérdésről is tárgyalt. 10 újabb póttagot választott meg az október 2-ai népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba a gyöngyösi képviselőtestület. A póttagok megválasztására a szavazás biztonságos lebonyolítása érdekében volt szükség. A póttagokra a jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője tett javaslatot, amit a képviselők egyhangulag elfogadtak. A grémium gazdasági ügyekben is hozott döntéseket. Az egykori fűszértelepen működő vállalkozás bővítésével kapcsolatban a képviselők a társaság kérésére értékesítésre jelöltek ki önkormányzati területet, amelyen a cég, miután megvásárolta, az új csarnok megközelítéséhez szükséges utat építhet majd. Ugyancsak területeket értékesít az önkormányzat az Észak-Kárvária parti lakóliget építésének folytatásához. Olyan területekről van szó, amelyek önmagukban alkalmatlanok lakóházak építésére, a szomszédos területekkel együtt azonban lehetővé tennék a lakópark építésének folytatását. A képviselők úgy döntöttek, hogy felajánlják az önkormányzati területeket a szomszédos telkeket tulajdonló vállalkozásnak megvásárlásra. Az ipari parkban tervezett logisztikai központ létrehozását a rendezési terv módosításával segíti az önkormányzat, miután a testület úgy határozott, az érintett területeken a kereskedelmi szolgáltató tevékenységeket is engedélyezi. A logisztikai központot egy magyar tulajdonú vállalkozás építené fel. A szükséges telkeket az önkormányzat és a Gyöngyösi Ipari Park Kft. Közösen értékesíti a cég számára. A Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány 2011-ben alakult a gyöngyösi járásban élő fogyatékos fiatal felnőttek életvitelének megsegítésére. Tevékenységeiben több akció szervezőjeként elsődlegesen egy lakóotthon megépítését tűzte ki célul. Az adománygyűjtés és az előkészítési munkálatok után el is kezdődött az építkezés, és a tervek szerint még az idén karácsony előtt át is adják az első lakóotthont. Otthont építünk csupa nagybetűvel, 10 fogyatékos fiatal felnőtt részére, akik ma még családban élnek, de szüleik már idősek és szeretnék gyermeküket biztonságban tudni akkor is, ha már ők nem tudnak gondoskodni róluk. Mondta Maka Piroska, Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány kuratóriumának elnöke, az építkezés jelenlegi állásáról tartott tájékoztatón. Műszakilag körülbelül 70%-os és építészetileg 70%-os készültségben van. Nagyon nagy munkán vagyunk túl, mert törekedtünk a biztonságos környezeti feltételek és a ház használóinak az igénye kielégítésére, ezért teljes villamos hálózat, vízvezeték, fűtéskorszerűsítés, padló szigetelés megtörtént. Az egyedülálló kezdeményezéshez, az otthon létrejöttéhez Gyöngyösváros önkormányzata az alapítvány ingyenes használatára bocsájtotta az egykoron bölcsöde és óvodaként működő ifjúságúti ingatlant, és jelentős összeggel is támogatta a projektet. Nagyon remélem, hogy ez az adakozó szándék meg a politikának ez a pozitív megnyilvánulásra folytatódni fog, mert nagyon sok és nagyon-nagyon sok rászorult szülő van, meg család van, meg gyerek van, akinek még kéne segíteni. Az alapítványt nagyon sokan támogatták, vállalkozók, cégek, politikusok, civilek egyaránt, a lakóotthon költségvetése 40 millió forint. Itt önálló életvitelt biztosítanak 10 fogyatékkal élő fiatalnak. Az otthonban 3 kétágyas és 4 egyágyas szobát alakítottak ki, közös nappalival, konyhával, terasszal. Minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik. A szülők számára megnyugvást jelent, hogy biztonságban tudhatják majd gyermekeiket. Elég sokan vannak a szülőtársak között, akik egyedül nevelik a gyereküket, és egy probléma ez, ha valami probléma velünk van, akkor szóval önálló életvitelre nem képesek sajnos egyik sem, aki itt van. Úgyhogy nagyon kell a segítség itt is egész életükbe. Még sok segítségre van szükség, hogy az otthont be tudják fejezni, de azt tűzték ki célul, hogy karácsonyra átadják az otthont.
Nincs rá keret, mégis nagy szükség lenne Mátrafüreden a Pálos-Vörösmarty út felújítására a Mátrafüredi részönkormányzat szerint. A vasúti átjáró már elkészült, ám az úton még mindig hatalmas gödrök veszélyeztetik az arra közlekedőket. A járdáról babakocsival vagy kerekesszékkel szinte lehetetlen átkelni a túloldalra, és az utcában élőket zavarja az autók hangja. Faragó Tamás elnök most harmadik alkalommal kereste fel az illetékes minisztériumot, hogy javítsanak az út állapotán. Könnyékig be lehet nyúlni az egyik lyukba, amely Mátrafüreden a Pálos-Vörösmarty úton tátong, veszélyeztetve ezzel az erre haladók biztonságát és zavarva az itt élőket, hiszen azt mondják, nagyon hangosak a járművek, ahogy belehajtanak a kátyukba. Az út, amely összeköti Mátrafüredet Abasárral, már nagyon rossz állapotban van, ezért a részönkormányzat levélben fordult az illetékes minisztériumhoz. Sajnos az a válasz érkezett rá, hogy forráshiány miatt nem tudják megcsinálni, és már a megrendelést is a közút visszavonta. Most egy újabb, azóta már még egy levéllel fordultunk, erre válaszoltunk, hogy hát nem igazán fogadjuk ezt el. Most egy újabb levéllel fordulok a minisztériumhoz. Az útállapota miatt a járdáról sem könnyű átkelni a másik oldalra, ugyanis 30-40 cm-es kátyú nehezíti a haladást, ezért a lakosok folyamatosan panaszkodnak a részönkormányzatnál. Faragó Tamás szerint azonban nem ez az út egyetlen hibája. A Mátrafüredi útnak nem csak az a problémája, hogy ez kátyús és nagyon nehéz rajta haladni, hanem az itt élőket egy borzasztó nagy zajterheléssel sújtja, melyet minden nap el kell viselni, ez a bakkanó autóknak a zaja. Ezen az úton 24 tonnás járművek is járnak, így napról napra romlik az út állapota. Faragó Tamás hozzátette, több autó is megrongálódott a kátyuk miatt, ezért minél hamarabb szükség lenne a javításra. Gondozási központot hoztak létre Nagyrédén, amely magában foglalja az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is. Már most több mint 10 jelentkező van a nappali ellátásra. A település önerőből mintegy 18 millió forintból tudta véghez vinni a beruházást. Az épületben a falugazdász és a hegyközség is helyet kapott. Nagyréde 3000 főnél nagyobb lélekszámú település, ezért kötelező feladatuk az idősek nappali ellátása. Ez azonban eddig nem valósult meg. A gondozási központ létrehozására már tavaly megszülettek a tervek. Idén májusban elkezdődtek a munkálatok, és már át is adták. Évtizedek óta vártuk ezt a lehetőséget, hogy végre megcsináljuk a falu idősebb korosztályának. Ez a gondozási központ, ez egy önálló költségvetési szerv lesz, ami magába foglalja az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is. A beruházásra úgy gondolom, hogy nagy szükség volt, a településen több mint 665 évnél idősebb ember él. Reggel 8 órától délután 4 óráig lehet majd a klubban tevékenykedni, mondta a polgármester, aki hozzátette, külön öröm, hogy önerőből jöhetett létre az egység. Mindenféle támogatás nélkül a település saját forrásai terhére, saját költségvetésünkből tudtuk kigazdálkodni és tudtuk megvalósítani. Egy 200 négyzetméteres önkormányzati épületet újítottunk föl kívül és belül. 122 négyzetméteren kapott helyet ez a nappali klub, és 78 négyzetméteren pedig a falugazdász és a hegyközség került végleges elhelyezésre. A beruházás teljes költsége 18 millió forint volt, az építkezéstől kezdve a berendezésekig. Az intézet vezetője kiemelte, szeretnék elérni a jövőben, hogy az időskor ne az élet vége legyen, hanem annak koronája. Ide 20 férőhelyre kaptunk engedélyt, nagyon várjuk az időseket, számítunk rájuk, és szeretnénk velük együtt közösen eltölteni minden szép napot. Az épületet az átadást követően felszentelte a település plébánosa. Fuss velem! Ezzel a szlogennel hirdettek már 5. alkalommal közös az egészséges életmódot hirdető programot Jászárokszálláson. A résztvevők 2 táv közül választhattak. A futás nem időre ment, a cél elsősorban a testmozgás volt. Közös bemelegítés után indultak el a futók Jászárokszálláson az idén 5. alkalommal megrendezett közös városi futás 2,6 kilométeres vagy 600 méteres távjára. A program az elmúlt években igazi közösségi élménnyé nőtte ki magát. Volt, akinek a hosszú táv már kihívást jelentett, ám szép számmal akadtak olyanok is, akik csupán a futás élményéért érkeztek. Szerintem ez kevés, mert már én többször futottam többet is. A Fuss velem program megálmodói szerint egyre több árokszállási dönt úgy, hogy beiktatja az életébe a rendszeres testmozgást.
A sok lehetőség közül talán a futás az egyik legnépszerűbb. Ez nem kötött semmihez, kinek mikor van kedve, ideje, kimegy itt nálunk a patakpart és a gimnázium is ad erre lehetőséget. Aztán épült ugye az Eleven ház, az szintén megint vonzza az embereket, úgyhogy szerintem ez egy legegyszerűbb dolog, nem nagyon kell hozzá semmi, egyedül is lehet. A Jászárok szállásiak egy komolyabb projektbe is beneveztek idén. Regisztráltak az október 22-i országfutásra. A rendezvény célja eredetileg az volt, hogy az ország különböző pontjairól benevezett futók annyi kilométert teljesítsenek, ami körbeérné a 2246 kilométeres országhatárt. Ezt a célt már az első alkalommal sikerült sokszorosan túlszárnyalni, így ma már az elsődleges cél a sport mindenkié szlogán és gondolkodásmód népszerűsítése. A Gyöngyösi Televízió csapata is képviseltette magát idén a szüreti futónapon. A céges csoportok kategóriában 4 főtől lehetett indulni, a mieink pedig a KSV, a P. Braun vagy a Mátré erőmű csapata mellett is kiválóan teljesített. 4,5 kilométert kellett futniuk. Dóri és András a televízió mellett az autista segítő központ színeiben is indult ezen a napon. A megmérettetés előtt kaptuk el őket. Én még nem vettem részt ezen az eseményen, egyébként még csak 3 hónapja futok intenzívebben. Most az autista segítő központ színeiben indulunk, illetve majd a Gyöngyösi Városi Televízió színeiben fogunk egy hosszabb távot futni. András Dórihoz hasonlóan most először vesz részt az eseményen. Az autista segítő központon már többször is futottunk, hosszabb és rövidebb távokat is. A TV színeiben most először indulunk, így együtt egy csapattal. Várjuk, hogy milyen lesz. Mindketten bizakodtak még a verseny előtt, hozzájuk csatlakozott Réka és Csabi is, így lett teljes a csapat. Sikeresen 30 percen belül teljesítették a nem kis távot. Csabi szerint erős volt a mezőny, próbálta beosztani az idejét. A mezőny szerintem nagyon kemény volt, de szerintem a verseny az nem volt annyira nagyon kemény. Úgy érzed, hogy kihasztál magadból minden? Nem. Direkt úgy csináltam, hogy az elején nem futottam olyan túl gyorsan, de beosztottam az energiámat, a végén húztam meg kicsit. Réka a benevezés megálmodója elmondta, büszke mindenkire és reméli, hogy jövőre is részt tudnak majd venni. Nagyon örülök neki, hogy 2 nap alatt sikerült összerakni a csapatot, mert nagyon hirtelen jött az ötlet, hogy induljunk a mai futóversenyen. Szerintem mindenki kihozta magából a maximumot. Tervek szerint legközelebb jövőre egy budapesti félmaratonon váltóban teszi majd próbára magát a csapat. A szeptember 1-től érvényes alapbéremeléssel az egészségügyben dolgozók mozgó bérelemei, például az ügyeleti és a készenléti díj, a műszakpótlék is emelkednek, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi Szűcs Zoltán hozzátette, a béremelés több mint 97 ezer munkavállalót érint, ugyanakkor 11 ezer dolgozó átsorolása nem történt meg, így még nem az emelt bér szerepel a bérszámfejtésükben. Erre a korrekcióra szeptember 30-áig van lehetősége az intézményeknek, hívta fel a figyelmet. A versenyképességet is veszélyezteti az élelmiszeriparban tapasztalható munkaerőhiány. A hazai ágazati szereplők közül sokan a külhoni magyarság körében toboroznak munkaerőt, ingyenes szállás lehetőséget és utaztatást kínálva, írja a Magyar Idők. Éder Tamás, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének elnöke a lapnak azt mondta, a szakképzett munkaerő elhagyta az országot, mivel nem csak a nyugat-európai országokban, hanem a környező államokban is magasabbak a bérek. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 450, a MOL 17.145, az OTP 7.310, a Richter pedig 5.600 forintba került. A tőzsde hivatalos indexe, a BUX 27.929 ponton állt. A nap legfontosabb hírei jönnek még egyszer röviden. Karácsonyra átadhatják a fogyatékkal élőknek szánt lakóotthonokat. Balesetveszélyes kátyúk, lyukak a Pálosvörös Marti úton. Gondozási központot hoztak létre Nagyrédén. Ez volt az aktuális csütörtökön, köszönöm figyelmüket, számítunk Önökre holnap is a szokott időpontban. Addig híreinket megtalálják a www.gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!